akkor még egyszer jó estét kívánok mindenkinek, és remélem, hogy a négy jegyek pörögnek, mindenki vegyen ki belőle egyet, azért hoztam, hogy fogjon el. És van itt az asztalon még néhány kegytárgy, egyrészt hoztam egy fortepános dobozt, kifotózott ilyenre. Na, azért szép számban vannak. És már megosztották a fortepánon a képeiket? Még nem? Na, itt az alkalom. Mert ugye ez így működik, nagyon leegyszerűsítve, hogy önöknek van otthon egy kicsi vagy nagyobb hagyatékuk, amit önök fotóztak össze a minket érdeklő 1990 előtti időszakban, évtizedeken át némelyek, ilyenre is osztam mintát. Mások meg csak úgy alkalomszerűen, és sok helyen maradtak negatívok, amik a mi gyűjtőkörünk. És minden ilyen alkalommal ezt el szoktam mondani, hogy igen, minket meg lehet keresni, ez nem kell sokkal több, mint egy e-mail, és akkor találkozunk, és közösen ránézünk arra az anyagra, ami önök szerint érdekes, és minket érdekelhet, és mi ingyen digitalizáljuk, cserébe azt kérjük, hogy legyen ez egy közkincs, tehát kerülhessen fel a fortepánra, ahol minden egyes fotó szabadon felhasználható, és az, hogy önök most itt vannak, az valószínűleg ennek tudható be, hát ez a site egy kicsit más, mint egy hagyományos fotóarchiváló honlap, és a népszerűségét annak köszönheti, hogy minden képe szabadon felhasználható. Most itt 41 ezer valahány száz kép van a honlapon, ez időről időre változik, és most pont a hétvégén tettünk fel újabb 2400 fotót, úgyhogy ez ilyen etapokban szokott nőni, erről majd egy kicsit részletesebben is mesélek, úgyhogy ő a mi névadónk, ezt azért hoztam, mert nem csak egy forte doboz, hanem egy forte pán doboz. Tehát a Forte gyárnak a talán legnépszerűbb és legolcsóbb terméke. Szerintem kár, hogy nincs, de tudomásul kell vennünk, nem csak Forte nincs, most már Kodak sincs, úgyhogy ez a korszak véget ért. És időnként szoktunk kapni olyan e-maileket egyébként, ez csak a vicc kedvéért osztom meg, hogy valaki Fortepánt szeretne venni, mondjuk Lengyelországból vagy Japánból, és akkor beüti a keresőbe Fortepán, és mi kijövünk, és ír egy e-mailt, hogy akkor ő rendelne 21 dinás nyersanyagot 30 tekercsel és szállítási részletek iránt érdeklődik. Ezt sajnos nem tudjuk adni, sok egyebet tudunk, például képeket. Írtam a meghirdetett programba egy kisi felütést, ahol azt ígértem, hogy nagyon rövid lesz a Fortepán története, és 5 percben el fogom tudni mondani, hogy mindaz, ami ez előtt történt, az mi volt. És erre azért törekszem, mert talán érdekesebb az, hogy mi van most, és hogyan lehet ebből még tovább lépkedni, merre tarthat a Fortepán, vagy egyáltalán a fotó megosztás és a fotóarchiválás kérdése. Ami történt, az egy 4 éves történet, illetve egy kicsit több. Én Szepesi Ákos barátommal és volt gimnáziumi osztálytársammal 1987 óta járok lomtalanításra. Ez a mai napig tart egyébként, legutóbb a 2. kerületben voltunk, ugye, tehát aki követi a lomtalanítások világát, az tudja, hogy ez egy folyamatos program, és ebben nagyon bele lehet esni, meg bele lehet szeretni. És mi ezt hosszú évtizedekig tulajdonképpen űztük, és nagyon sok mindent gyűjtöttünk, többek között fotót is. És egy idő után kialakult az az érdeklődési kör kettőnkben, hogy leginkább is fotót kerestünk. És azon belül is általában egyébként negatívot, de természetesen papírképet is, amit itt körbeadogattak, és kiki elteszi, az mind ilyen lomtanításból származó kép. És akkor körülbelül 20 év gyűjtés után ott álltunk egy adott pillanatban, hogy tekintsünk rá arra, hogy mi az, amink van, mi gyűlt össze, és próbáljunk ezzel kezdeni valamit. Ennek az volt a mozgató rugója, hogy közben kitört a digitális forradalom, amit nyilván mi is észleltünk, láttunk, tudtunk, benne éltünk, és hirtelen elérhetővé vált az, hogy az, ami a mi szekrényünkben, fiókunkban vagy dobozkánkban van, az önöknek is meglegyen. Ezt hívják digitalizálásnak, jó értelemben. Nyilván egy csomó hülyeség is van a digitalizálásban, de talán ez egy értelmes megközelítése annak, hogy mire jó digitalizálni, és mire jó az internet. Tehát láttuk azt, hogy 2010 környékén járunk, hogy szinte fillérekből lehet honlapot építeni, szinte fillérekből lehet szervert venni, szerver kapacitást venni, és hogy van egy olyan dobozokban, ilyen dobozokban létező gyűjtésünk, amiről mi magunk sem tudjuk, hogy milyen értéket képvisel, és most nem anyagi értékre gondolok, hanem nem láttuk a képeket, de van egy olyan eszköz, ez a szkenner, amivel ez tulajdonképpen megnézhető. És akkor elkezdtünk minden egyes kockát beszkennelni, legyen az 6x6-os, vagy ilyen kis lelkafilm, vagy bármilyen hordozó, ami nekünk van.
És nagyon hamar azt láttuk, szerintem két hét után, amikor ugye először leültünk, hogy na nézzük meg, hogy mi gyűlt össze, mondjuk egy 500 vagy 1000 fotó, hogy ennek egy jelentős része teljesen érdektelen. Tehát semmilyen nincs benne, ami megragadna minket. És van egy pici része, mondjuk százalékosan egy 10%-a, ami viszont baromi érdekes. És hogy azt a 10%-ot azt nagyon szívesen megmutatnánk másnak is, ha azt a 90%-ot el lehet általa felejteni, ami szintén összejött. És ez volt az a pont, amikor azt döntöttük el, hogy igen, digitalizálunk és megosztunk fotókat másokkal, erre egy honlapot fogunk építeni, de hogy ez nem a teljességre törekvő vállalkozás lesz, tehát nem az a cél, hogy minden egyes kockát megmutassunk a világnak. Egyébként is általános tapasztalat, szerintem az önök tapasztalata is, hogy az ilyen típusú archívumok nagyon sokszor tele vannak olyan képekkel vagy információkkal, amik nem igazán érdekesek. Tehát kezdettől fogva tudtuk azt, hogy ez egy szűrt dolog lesz, ez egy szerkesztett állomány lesz, és mi fogjuk eldönteni azt, hogy mi kerüljön föl és mi nem. És akkor egy bő fél év alatt beszkenneltünk sok ezer fotót, és elindítottuk ezt a honlapot, amin akkor 5000 kép volt, tehát a mostani tartalomnak egy nyolcada, vagy egy kilencede, és hirtelen nagyon, nagyon pozitív visszajelzéseket kapott ez a dolog. Elsősorban nem a szakma köreiből, tulajdonképpen nem is nagyon tudnék, hogy hirtelen olyat mondani, aki muzeológusként, vagy levéltárosként, vagy archivistaként, ahogy őket hívjuk, megkeresett volna minket, és azt mondta volna, hogy fiúk, ez tök jó. Hanem ellenben láttuk azt, hogy a sajtó és az internetes nyilvánosság az nagyon örül ennek a forrásnak, mert végre van mihez nyúlni. És akkor ezt, nem tudom, ki látta ezt 4 évvel ezelőtt ezt a honlapot, de ez egy teljesen információk nélküli 5000 kép volt, azon kívül, hogy egy időrendre föltettük a fotókat, amik tippelt időre épülő adatok voltak, hiszen a legtöbb negatív esetén nem tudtuk, hogy mikor készült ez a kép, tehát meghasaltuk és mondtunk egy számot. Ez a mai napig így van egyébként, mert hogy nincs exakt fogódzó a képek egy jó részében. Tehát azon kívül, hogy tudtuk, hogy körülbelül melyik évtizedben, vagy melyik 5 évben járunk, semmi más információt nem adtunk a képekhez, és ennek ellenére azt láttuk, hogy az emberek elkezdték egymásnak küldözgetni, letöltögetni, mert hogy erről ugye nem beszéltünk eddig, de hogy itt kezdettől fogva az volt a cél, hogy ne csak az úgynevezett preview-t lehessen látni, hanem le is lehessen tölteni a képet. Egyet lépek, hogy ne mondjuk annyira ezt az esőt, de lassan megy. Tehát ez egy szabadon felhasználható anyag volt, aminek több mozgatórugója volt. Egyrészt az, hogy azt gondoltuk, és szerintem ez egy helyes gondolat volt, hogy attól válik népszerűvé egy gyűjtemény, hogy felhasználható a tartalma. Tehát nem csak beszélni lehet róla, hanem konkrétan én a hentes üzletbe kiakaszthatom azt a hentes fotót, és ezzel népszerűsíthetem a szakmámat, aminek mondjuk 150 év múltja van fotográfiákon. Ez az egyik oka. A másik, tehát hogy bizonyos fokú népszerűséget szerettünk volna a képeknek, és ezt kár lenne elhallgatni, mert ez szerintem egy fontos dolog. Tehát sokakat motivál az, hogy az alkotásuk az sokak által ismert legyen, és ennek bizony ez az egyik eszköze, hogy nem csak nyilvánossá kell tenni, hanem használhatóvá kell tenni ezt a tartalmat. Tehát hozzá kell járulni, vagy lehetővé kell tenni azt, amit nem könnyű megugrani egyébként, hogy mindaz, amit én csináltam, amit én összeszedtem, amivel én dolgoztam, foglalkoztam, az mostantól nem forintosítható, nem a forint adja az értékét, hanem az adja az értékét, hogy mások is használják, és visszaköszön az említett hentes üzlet faláról. Úgyhogy ezt mi szerintem többé-kevésbé jól találtuk ki, hogy ez ettől lesz érdekes, hiszen azt mi is tudtuk, hogy amúgy Magyarországon közintézményekben, a megyei múzeumoktól, mondjuk a Móra Ferenctől, a Déri Múzeumon át a Nemzeti Múzeum legújabbkori történeti fényképtáráig archív fotók milliói vannak. Tehát itt nem az, hogy mi 5000 képet digitalizáltunk, az egy semmi. Tehát egy tulajdonképpen százalékosan ki nem fejezhető aránya az egyébként a 20. században készült, és akkor most csak a magyar fotózás történetéről beszélek, a magyar fotó történetének összes fotójához képest nem tudjuk kifejezni, hogy mennyire kevés az 5000 kép, és mégis azt láttuk, hogy mintha ki lennének éhezve az emberek arra, hogy lássanak valamit erről a századról, és azt használhassák is szabadon, kötöttségek nélkül, hogy nagyon népszerű lett ez a honlap. És tulajdonképpen az elmúlt 4 évben folyamatosan egyfelől sodródtunk ezzel a nem csak népszerűséggel, hanem feladattal, mert ez a népszerűség ez feladatokat is hoz, azt rögtön fél év után lehetett látni, hogy itt nekünk bizonyos irányokban nyitni kell, és nem elég
azt mondani, hogy mi a saját részünket kivégeztük, mindent beszkenneltünk, amíg találunk valamit, majd azt is föltesszük és viszontlátásra. Mert ugye elkezdtek olvasók e-maileket írni nekünk, hogy nekem is van otthon ilyen kis dobozban valami, és szívesen megmutatom. És nem csak megmutatom, hanem azt szeretném kérni, hogy tessék szívesen ezt digitalizálni, és föltenni a honlapra, mert ennek is ott a helye. És ez nagyon hamar kialakult az olvasókban az az érzés, hogy ebben érdemes benne lenni, mert ez egy jó hely, itt tulajdonképpen jó helyen van az én fotóm, az én családom, az én szüleim, az én saját ifjúságom, tehát ugye egy olyan környezetbe kerül be, ami vállalható, ahol szívesen van ott az ember, olyan, mint egy jó házi buli, ebben érdemes benne lenni. És elkezdtek megkeresni minket ilyen adományozók, akiket most már adományozónak hívunk, kik részben szerzők, mint említettem, a saját fotóikat hozták, de még inkább, és sokkal nagyobb százalékban a saját szüleik vagy nagyszüleik fotóját hozták be hozzánk, vagy adták kölcsön. És akkor most egy szóban arról, hogy ugye hogyan kerül hozzánk egy kép. Vannak képek, amik digitálisan érkeznek, tehát valaki otthon beszkenneli. Ez a legnehezebb műfaj, bevallom, mert általában nagyon kicsiben szkennelnek az emberek otthon, és én hiába buzdítok mindenkit arra, hogy még egyszer annyi idő és sokkal nagyobb felbontásban lenne meg a képe, és sokkal élvezhetőbb lenne, és részletgazdagabb, és jobb, tehát archiválás szempontjából jobb. Ennek ellenére az emberek hajlamosak nagyon kicsiben szkennelni, nem tudom, hogy miért, de ez így alakult. Tehát ez az egyik fel, amikor valamit digitálisan kapunk, ez a legnehezebb, mert akkor nem találkozunk azzal az illetővel, aki kölcsön adja az anyagát, fogalmunk nincs arról, hogy ki ő, mi ő, és nem tudunk sem kérdéseket föltenni a gyűjteményével vagy anyagával kapcsolatban, sem nem tudunk ránézni a teljességre. És most azért is hoztam be egy ilyen furcsa füzetet, amit szívesen körbeadok, egyébként nyilván vigyáznak majd rá, hogy lássák, hogy egyébként milyen nagyon különös és nagyon nagy darabszámú gyűjteményeket halmoztak föl emberek otthon a saját családi körben készült fotóikból. Ez egy Mészáros Zoltán nevű biológusnak az egyik albuma, egy rövid időszak, egy fél év termése, Leica negatívokra fotózott, ez pont a kubai anyaga, ami még nálam van, most került fel a honlapra egyébként egy bő 100 képes válogatás ebből, hogy mit fotózott ő Kubában, pálmafák és kaktuszok árnyékában, de hogy ez csak egy arra szolgáló példa, hogy óriási anyagok vannak otthon. És aztán most nem a hivatásos fotósokról beszélünk, mondjuk Urmán Tamás, aki itt az első sorban szótlanul ül, pedig ő része a Fortepánnak, és én nagyon örülök, hogy ő is itt van, és folyamatosan ad a Fortepánra képeket, mert ő ilyen értelemben egy üdítő kivétel, a mi adományozóink zömmel amatőrök. Mészáros Zoltánok és mások, akik úgy érzik, hogy most még körülbelül megőrizve a tisztánlátásukat tudják kommentelni a fotóikat, és szeretnék viszont látni ebben a környezetben, amit a Fortepán teremtett. És akkor mi találkozunk az ilyen adományozókkal, és ez a szerencsés helyzet, amikor van egy személyes kapcsolat, végig tudjuk dumálni, hogy Zoltán, miket fotóztál, ezt az alapkérdést kell föltenni, és akkor utána egy másfél órában lehet hallgatni. Ő például egyébként kaktuszfotós volt, Magyarország legnagyobb kaktuszfotósa, ami szokatlan, és szokatlan, hogy valaki ennyi kaktuszt fotózott életében, és én áthámoztam magam másfél órán át ilyen típusú kaktusz albumokon, és úgy nem nagyon találtam a helyemet, hogy mit fogunk ebből mi a publikumban megosztani, vagy mi az, ami érdekes. És akkor mondta, hogy egyébként mást is fotózott, például termény magokat, és akkor volt sok-sok száz fotója csak magokról. Tehát és akkor a végén a beszélgetés utolsó félrejában kiderült, hogy egyébként meg vitorlázó repülő volt, és a hármas határhegyi repteret 1954-től fotózta, meg mondjuk járt Kubában, meg Mexikóban, meg itt ott, tehát hogy van neki egy olyan része is a fotótörténetének, amiről egyébként ő azt gondolja, hogy a legérdekelnebb, mert ő tulajdonképpen a kaktuszfotóit gondolja egy tudományos, igényű és mélységű anyagnak, és legszívesebben kaktuszokat nézne a honlapon, de szomorúan, vagy félig szomorúan beletörődött abba, hogy mi inkább Kubát vagy a hármas határhegyet fogjuk választani. Tehát ez az ideális helyzet, amikor a Fortepán úgy tud kapcsolatba kerülni egy adományozó, hogy rá tud nézni a teljes anyagra. Ez azért is fontos, mert egyébként azt látom, hogy több, sokszor azonos, de sokszor nagyon különböző a válogatási szempontunk. Ugye, ha valaki a saját családi archívumából vagy családi albumaiból elkezd képeket küldözgetni nekünk, akkor ő többé-kevésbé tudja azt, hogy azokon a képeken kik szerepelnek. Csak többé-kevésbé, és ebben is óriási hibákat követnek el egyébként emberek, amiket mi
időnként korrigálunk, és ebből mindenféle problémák is származhatnak, erről is mesélek szívesen, de lényeg az, hogy ő tudja, hogy ki van a képen, én viszont nem tudom. Tehát a mi objektivitásunk az abból fakad, hogy nem ismerjük az ő családját. Amint ő kezd el válogatni az adott képek közül, ő nem tudja levetkőzni ezt a szubjektivitását, hogy bizony azon Irén néni látható, aki az ő kedvenc keresztmamája volt, és fantasztikus túrós lepényt sütött, tehát hogy hozzá tartozik Irén néni, ez egy csomó olyan történet, ami neki lehet kedves, de egyébként a képről nem jön át. Tehát engem, mint fotót néző embert, Irén néni nem ragad meg, őt viszont megragadja a túrós lepény miatt, vagy másokból. Hál' Istennek vannak másokok is. Tehát azért szeretünk mindent megnézni, és inkább szánunk rá sokkal több időt, mert akkor látjuk azt, hogy mi az a teljes anyag, amiről beszélünk, és nem ő válogatja ki ezeket a képeket. Na most tehát elindult ez a fortepán egy olyan irányba, ahol már nem mi befolyásoltuk a képek sorsát sem, meg a válogatást sem, hanem emberek, önökhez hasonló adományozók megosztották nekünk a képeiket, és akkor mi abból ezt, hogy azt kicsippentettünk, és azt mondtuk, hogy ez fontos, ez meg nem fontos, és kezdettől minden alkalommal megpróbáljuk beavatni ebbe az adományozót, hogy ez bizony egy szerkesztett gyűjtemény, tehát hogy itt nem szeretnénk, ha megsértődne azért, mert az említett Irén néni nem fog bekerülni, de nem fog bekerülni. Amúgy is egyébként mondjuk műtermi, ilyen műteremben készült fotóban, vagy fotóból igen kevés szokott a fortepánra fölkerülni, pedig óriási mennyiség van, tehát most föl tudnék tenni biztos, hogy 5000 olyan kabinett portrét, ami a gyűjteményünkben van, vagy amit idők során kaptunk, de nem szeretnénk ilyen puszta arcokkal megtölteni a fortepán. Szerintem ennél fontosabb, meg érdekesebb dolgok is vannak, mint cilinderben álló emberek, bár belátom, hogy az is lehet érdekes. És most, ha már a cilinderes emberekről, meg a portréról és a kabinett fotóról beszélünk, rá érdemes azt egy picit végig gondolni, hogy a fortepán mire vállalkozik. Múzeum-e ez? Nem múzeum. A fortepán egy másolat. Egy másolat a sok ezer vagy sok tízezer fotónak, amik mind egyesével műtárgyak. Amit most körbeadtam abban a kis borítékban, és remélem mindenki vett belőle egy darabot, azok műtárgyak. És Kincses Károly két hét múlva majd valószínűleg egy fantasztikus előadást fog tartani arról, hogy bizony, hogy kéne ezekkel a képekkel bánni, és az fog belőle többek között kiderülni, ahogy én bánok vele, az csapnivaló és botrányos, és tessék szíves lenni, ne így bánni a fotóval, mert ez meggyalázása a formátumnak, a műfajnak és minden egyébnek, és jogosak ezek a kritikák. A mi esetünkben azért fontos ezen egy picit végig menni vagy gondolkodni, mert egyrészt kerülnek hozzánk eredeti fotók nagy mennyiségben tulajdonképpen mindenféle, papírkép is, meg negatív is, amivel óhatatlan az ember valamilyen múzeumi szerepbe sodródik, miközben nem szeretne abba a szerepbe kerülni. Igen ám, csak hogy mit tudok cserébe ajánlani annak az adományozónak, aki egy ilyen albummal bejön, és Mészáros Zoltán jó példa erre véletlenül, mert ő tényleg föltette ezt a kérdést, hogy oké, fölkerültek a fotók, vagy annak egy része a szájtra, de mi legyen ezzel? Mi legyen ezekkel a füzetekkel, amik ott állnak az ő szobájában, és mind tele van negatívan? És az a baj, hogy nem tudok mit javasolni. Azon kívül, hogy azt gondolom, hogy az olyan családok, akik évtizedeken át megőriztek fotókat, legyen az negatív vagy papírkép, ha mostanáig megvolt, nagy valószínűséggel ezután is meg lesz. Nehéz azt hinnem, hogy egyszer csak szerdáról csütörtökre viradóan úgy dönt az eddigi tulajdonos, hogy most még kidobom, mert elegem van. Ilyen is van egyébként, pont a múlt héten egy nénitől hoztam el így képeket, hogy azt mondta, hogy ha ma este nem jövök föl, holnap nem lesz meg, mert ő kidobja a francba, nem érdekli a férjének a sí diái egyébként, amiket a 70-es évektől sízés közben fotózott. Bevallom, hogy engem sem annyira érdekel, de maga a helyzet, hogy ez a néni ott áll a Villányi úti lakásában, és ezt kéri, az nyilván hatott, és elmentem a diákért, és most az is az én szobámban várja jobb sorsát. De hogy nem tudom megmondani, hogy mi ez a jobb sors. És ez most egy amatőr fotós esetén még mondhatnánk azt, hogy periférikus kérdés, mert most őszintén szólva, fog-e veszíteni a magyar fotográfia történet azáltal, ha Mészáros Zoltán kubai kaktusz fotói a szeméttelepen vagy a darálóban végzik? Olyan nagyon sokat valószínűleg nem veszítünk általa, bár javaslom mindenkinek, hogy nézze majd meg, hogy milyen tök jókat fotózott egyébként ő kaktusz címen. De hogy az a nagyobbik probléma, hogy itt komplett életművek vannak otthon, fotósok, vagy félig meddig fotósok, a félig meddig alatt én az alkalmazott fotósokat értem, és majd róluk is szólnék egy pár szót,
Tehát olyan életművek, amik arra várnak, hogy valahol jó helyen legyenek. És azt gondoltuk, tulajdonképpen évtizedekig most már, hogy erre a fotográfiai múzeum az alkalmas hely. Hát mi más lenne? Én azt gondolom, hogy nem ez az alkalmas hely. Ennek több oka van, és egy-két példát hadd mondjak erre, hogy miért nem gondolom a fotográfiai múzeumot alkalmas helynek. Mindaz, ami a Fortepánon látható, és ami ingyen letölthető, az tulajdonképpen egy anyagi értéket is képvisel. És kár lenne nem gondolnunk, vagy beszélgetnünk arról, hogy a fotónak ára van. Ára van akkor, amikor valaki publikálja azt a képet, meg szeretné venni saját használatra, kirakni a szobafalára, Isten tudja milyen felületeken, meg plakáton, meg hirdetésbe betenni, ő ezért fizet. Ettől a pénztől mi, mint a Fortepán önkéntesei, meg ilyen olyan figurák, akikben benne vagyunk, mondjuk 15 embert kell elképzelni, mi erről lemondunk, és azt mondjuk, hogy minket tulajdonképpen ez a pénzrész nem annyira érdekel, amúgy is nagyon minimális bevételünk lenne belőle, felejtsük el, használják szabadon. A fotográfiai múzeum ezt nem nagyon tudja megtenni, mert valamiből élnie kell. A problémát én ott látom, hogy azáltal, hogy ő pénzt kér a fotók felhasználásáért, azok a képek és beleértve a negatívokat is, amik hozzájuk kerülnek, igazából egy klasszikus temetőbe kerülnek. Ahol megvan a fotó értéke, jó karban van, megfelelő pára körülmények között, hűtött raktárakban áll, de soha senki nem fogja látni azokat a képeket. Tehát amire én próbálnám terelni az amatőröket, az a kettős megosztás. Keressenek meg minket, legyen közkincs az anyaga, ha le tud mondani arról, hogy pénzt szerezzen ezért az anyagért, és utána vigye be a fotográfiai múzeumba. Ez az a felállás szerintem, ami biztosítja a képnek az ismertségét, a szabad felhasználását és a megőrzését. Ez ellen már csak egy dolog mond, és az maga a fotográfiai múzeum lehet, aki mondhatja azt, hogy egy tulajdonképpen érték nélküli anyagot ő nem fog gondozni, hűteni, ápolni, karbantartani, mert miért tenni, soha nem lesz belőle bevétele. Csak én erre meg azt mondom, hogy ez már legyen az ő gondja. Tehát ha egy fotográfiai múzeum egy fotóhagyatékra azt tudja mondani, hogy őt nem érdekli, ez az ő döntése, én megtettem a legjobbat, ami tőlem telhető, ha ő, mint intézmény úgy dönt, hogy neki erre nincs kapacitása, az az ő felelőssége. De én mindenkit arra buzdítok első körben, hogy először szkenneljünk, először osszuk meg, és utána legyen ez egy gyűjteményben az a nyersanyag, legyen negatív rólszó vagy papírképről. Az a baj, hogy fordítva nem megy. És erre is tudok példát mondani. A Magyar Fotográfiai Múzeumban jó néhány hozzánk hasonló családi hagyaték található. Magánemberek albumai, felmenőikről, szüleikről, utazásaikról, amik az idők során Kecskemétre kerültek. Az a gond, hogy nincs visszaút. Ha egyszer bekerül a Kecskeméti Múzeumba mondjuk jávor, tivadar, vegyész hagyatéka, aki a Mayer és társa vegyészeti cégnek volt a tulajdonosa, és a saját laborját fotózta mondjuk 20 éven át, háború előtti időszakban járni, és jön hozzám, mert ez konkrét eset, hogy megkeresnek minket olyan adományozók, vagy érdeklődők, vagy olvasók, ki hogy hívja őket, akik tudják azt, hogy az ő szüleik leadtak valamit Kecskeméten, és szeretnék ezt mégis inkább a Fortepánon látni, másolat formájában, és ez itt fontos, ugye mi másolatokról beszélünk. És ezt a másolatot már nem készíthetjük el utólag. A Kecskeméti Fotográfiai Múzeum politikája, vagy világképe, vagy filozófiája a fotóról nem teszi lehetővé azt, hogy visszafelé digitalizálhassunk. Én ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sérelmezem, bánt a dolog, de nem tudok ellene mit tenni, számtalan ügybe keveredtem Baki Péterrel vagy másokkal, és nem tudom sajnos megoldani, hogy a hozzájuk bekerült analóg albumok vagy fotók azok egy hétre, egy hónapra, egy napra visszakerülhessenek és digitalizálhassuk. Miközben, és ez is a történet része, az önök adóforintjaiból digitalizálás folyik. Nem csak Kecskeméten. A Nemzeti Múzeumban is digitalizálnak, az MTI-nél is digitalizálnak, és sorolhatnánk azokat a közintézményeket, ahol óriási darabszámban digitalizálnak fényképeket, és most ne a mi kis pici léptékeinket vegyék szám, vagy tartsák szem előtt, hogy most 5000 meg 2000 fotó. Közmunkások napi 8 órában digitalizálnak. Debrecenben, Szombathelyen, Pécsett. Ez nagyon-nagyon sok kép is lehet.
És ebből önök semmit nem fognak látni. Semmit. Amit látni fognak, ez egy ekkora preview, mindenféle felhasználás korlátozásával és fizetős tartalommal. Tehát a probléma ott van, hogy önök fizetnek valamiért az adójuk által, és nem kapnak érte semmit. Én nem akarok ilyen nagyon politikus lenni, meg búskomor, ez egyébként mindenütt, vagy majdnem mindenütt így van. A világ afelé tart ennek ellenére, hogy hozzánk hasonló kisebb-nagyobb baráti körök, vagy akár intézmények megpróbálnak kilépni ebből a rendszerből, és azt mondani, hogy már pedig minden közintézménynek feladata kijelölni azokat a gyűjteményi egységeket, amik szabad felhasználásról kellenek legyenek. És Nyugat-Európában erre már számtalan példa van, hogy mondjuk a legnagyobb fájmegosztót, a Flickert említsem, hogy vannak olyan gyűjtemények, beleértve mondjuk az amerikai Holocaust Múzeumot, akinek van a Flickr csatornája, és meg tudja nevezni azt a 10%-ot, 5%-ot, vagy 100%-ot, mert ilyenre is van példa, ami szabad felhasználású, és ami attól a perctől kezdve, hogy ő bedigitalizálta a közösségé, legyen az az adott ország közössége, vagy egy tágabb internetes közösség, és bárki felhasználása a képeket. Nálunk ezt nagyon-nagyon nehéz megugrani, de hogy valami pozitívat is mondjak, ezért elindult egy folyamat, és én azt gondolom, hogy ebben a Fortepánnak komoly szerepe lehet, és ez már a jövőről szól. Van ma már 2-3 olyan közintézmény, például a Veszprém megyei levéltár, vagy a Budapesti Műszaki Egyetem urbanisztikai tanszéke, hogy friss példákat mondjak, ahol kifejezetten az a célja az ott dolgozó levéltárosoknak, vagy muzeológusoknak, hogy a gyűjtemény látható legyen, és nem érdekli őket, vannak olyan pozíció, hogy le tudnak mondani a dolog pénzügyi vonzatáról, nem érdekli őket, hogy lesz a bevétele az intézménynek, vagy nem lesz, fontosabb szempontnak tartják a megismerést, vagy a megismertetést, és van bennük egyfajta szakmai büszkeség, hogy nekem van egy anyagom, és szeretném, ha más is látná, hogy mondjuk az urbanisztikai tanszéken 1910-től milyen tudás és milyen fotóanyag halmozódott föl, és akkor ez tényleg csak egy példa a sok közül. És akkor ők részben már most is látható módon, például a Veszprém megyei anyagból sok száz fotó van már fönt a Fortepánon, mi megcsináljuk ingyen a digitális másolatot, és szokás szerint azt kérjük, hogy hadd válogassunk belőle, és hadd tegyük fel a honlapra, és ez működik ez a konstrukció. Úgyhogy én ilyen értelemben bizakodó vagyok, szerintem a kisebb, nem állami fenntartású intézmények azok jók lehetnek a Fortepán együttműködésben, de bizony ez sok-sok levelezést meg talpalást jelent, hogy elérjük ezeket a gyűjteményeket. Beszéltem egy mondatot, vagyis szóltam egy mondatot arról, hogy vannak ugye az alkalmazott fotósok. Talán érdemes róluk egy picit többet is mondani. Kikre is gondolok? Volt nekünk egy vállalkozásunk a honlap történetében másfél évvel ezelőtt, amikor megkerestem a városépítési tervező irodát, közkeltő nevén a Vátit, ami egy komoly nagy állami építőipari cég volt, 1953-tól működött, a mai napig van egyébként Váti. Mert kíváncsi voltam arra, hogy mint építészeti iroda mit fotózott, milyen darabszámban és kik dolgoztak náluk, illetve hogy egyáltalán fennmaradt-e valami ebből az anyagból. És ez egy jó példa volt arra, hogy van Magyarországon sok tízezer olyan fotó, aminek bár ismerjük a szerzőjét, valójában ők alkalmazásban álló napi 8 órás szerzők voltak, mondjuk egy építészeti irodában, és a teljes életművük az pihen valahol, mondjuk tervrajzok között, mint a Váti esetében. És a Váti vezetősége, vagy vezetése, az azt tudta mondani, hogy ez tényleg legyen közkincs, kerüljön föl a Fortepánra nyugodtan, annál is inkább, mert mindaz, amit ők a szocializmusban alkottak, az tulajdonképpen az önök pénzén készült. És ez megint egy érdekes dolog. Ugye nem gondolunk erre, pedig ez így van. Ha valaki 1995 egy állami vállalatnál havi fizetésért fotósként dolgozott, az az állam pénzén alkotott. Mindaz, ami az ő kezéhez köthető, az közvagyon. És ez az én filozófiám, ezt nem könnyű bevenni, de azt gondolom, hogy védhető a dolog. Vannak fotós életművek, vannak szabadúszó fotósok, meg sajtófotósok, meg MTI fotósok, róluk is szívesen mesélek egyébként, hogy arról, azzal mi a bajom. De viszonylag egységes, kompakt csoport az,
aki főállásban normális fizetésért valamilyen alkalmazott fotósként dolgozott. És ebben nagyon sok minden lehet egyébként. Minisztériumoknak volt fotóosztálya. Nem tudom, én a MOKÉP-nak voltak fotósai, sőt a Neonipari Vállalatnak voltak fotósai. Tehát számtalan állami intézményben dolgoztak fotósok, akik annak az állami cégnek a profilját dokumentálták, és bár ismerjük a nevüket, tulajdonképpen sajnos vagy szerencsére semmilyen szerzői jog nem illeszthető a nevükhöz, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ki fotózta azt az adott képet, mert hogy ő ezt megrendelésre készített és fizetést kapott érte. Tehát én ezeket az intézményeket próbálom folyamatosan kapirgálni, meg hívogatni, meg írogatni nekik, és nagyon komoly sikerélményeim vannak. Egy ma itt hadd osszak meg önökkel, ma a Szemüvegszorvostudományi Egyetem levéltárát sikerült meggyőzni arról, hogy mindaz, ami náluk van, és ami az egyetem klinikai munkájához köthető fotó, és itt most 1800-as évek végéről beszélünk, tehát onnantól datálódik, hogy a klinikai épületeket fotózták, beleértve az ott folyó munkát, mondjuk a röntgenlabort, hogy ezek a képek, ezek legyenek közkincs, és ha nincs más oka a visszatartásnak, mint az, hogy nincs meg digitálisan, akkor nosza, ugorjuk ezt meg, és mi bedigitalizáljuk akár a teljes állományt, ha mondjuk a 10 vagy 20%-át megkapjuk cserébe, és önökkel megosztva egy közös tartalom lesz belőle. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány, ami felé most a Fortepán tart, mert sok nem kis méretű, tehát nem apró, kis, pici családi archívumot tudunk majd bevonni a Fortepánban, hanem nagyobb intézményes gyűjteményeket. Most szeretnék egy pár szót szólni arról, hogy mi történik azután, miután felkerülnek ezek a képek erre a honlapra. Mert hogy említettem, hogy amikor elindult ez a szájt, akkor nem volt a képekhez semmilyen információ, most meg végül is pont ehhez éppen nincsen, de azért számtalan képhez, nem tudom százalékosan megmondani, de a teljes gyűjtemény, ami 70%-ához biztos köthető valamilyen információ. És amit most megpróbálok kinyitni, az a Fortepán fóruma, amit talán van olyan önök között, aki már látott, vagy akár részt is vett benne. Van olyan egyébként, aki erre a fórumra, Fortepán fórumra valaha írt egy sort? Nincs senki. Pedig lehet. Na, köszönöm szépen. Akkor mégsem olyan reménytelen a dolog. És miről írtál? Megfejtésekhez. De miről? Emlékszel? Pont legközelebb volt egy Adás, aha. Jó, nem tudom, hogy kinyílik-e, hogy ezt az Index fórumot megnyitja-e a rendszer, de reméljük. Miről is van szó? Körülbelül fél évvel a honlap indulása után elindult, teljesen tőlünk függetlenül elindult az Indexen ez a fórum. És egy Lovas Gábor nevű fiú indította el, nem ismerem őt, sose találkoztunk azóta sem, de egy nagyon rendes srácnak tűnik, és kitalálta azt, hogy ő ad egy felületet azoknak, akik szeretnének idézőben megfejteni képeket. Tehát akikben megvan az a tudás, hogy a képekhez információt rendeljenek, ő megnyitja ezt a felületet, és akkor majd lesz belőle valami. És ebből a lesz belőle valamiből most az van, hogy átléptük az 50 ezer hozzászólást, 50 ezer 100 komment érkezett ezekhez a képekhez, ez elég sok. Mit írnak az emberek? Azt lehet látni, hogy az exakt megfejthető adatok általában a képek készítésének helyszínei. Ha most itt egy picit lefelé megyek, akkor ezekből a mai mintákból, ugye most ez például 2 órája, meg 3 órája érkezett megfejtések, ezekből is látható, hogy jó részt olyan fotókat fejtenek az emberek, ami megfejthető, mert annak fotók, amik nem fejthetőek meg, mert bizony egy lakásban készült képről hiába próbálunk valami tárgyszerűt megadni, nagyon-nagyon nehéz. Ez sem lehetetlen, mert volt már olyan, hogy a fikuszok között kiláttunk az ablakon, és a Bocskai úti Skála áruházat lehetett látni, és akkor visszafejthető, hogy tulajdonképpen a Daróczi sarokról készült a kép, de ez a kisebbik rész, nyilván a lakásfotók, vagy a születésnapi képek, vagy a tudom is, milyen belső térben készült fotók nagyon nehezen adatolhatók. De van azért számtalan kép, a teljes gyűjteménynek biztos egy nagyobb része, ami külső helyszínen készült, ezeket látjuk most itt éppen. Kérem szépen, Magyarország, Dunavecse, Vasút utca 6. Most az nagyon jó pofa, és játéknak sem utolsó, hogy ugye meg lehet nézni ma már a Google Street View segítségével az adott épület mai képét, és akkor már csak fantázia kell ahhoz, hogy belelássunk a mostani fotóba, tehát Dunavecse
Vasút utcájába az 1972-es Vasút utcát. Na most azt kell mondanom, hogy ez egy tudomány. Tehát vannak emberek, nem sokan, szerintem mondjuk 10-20-an, akik iszonyatos mennyiségű munkaórát tudnak abba ölni, hogy egy adott képnek megtalálják a készítés helyszínét. És ehhez jó az internet, ez az, amit egy klasszikus múzeumi gyakorlatban képtelenség lenne megoldani, mert hiába ül ott a múzeológus egy kép fölött, nincs olyan tudás, hát honnan tudnánk, hogy ez Dunavecse. Ehhez kellett az internet, ehhez kellett a Google, kár lenne letagadni, az, hogy tulajdonképpen Európa jó része látható ma már interneten, és ehhez kell ez a 15-20-30 ember, aki szívesen fejt képet, és szívesen deríti ki, hogy az az adott kép az hol készült. Egyébként szerintem nem találnák ki, hogy mit a legnehezebb megfejteni. Én is, hogy mondjam, meglepődve hallottam, vagy meglepődve láttam a fórum gyakorlatából, hogy a legnehezebb a lakótelepek megfejtése, de nagyon ugyanolyanok, és ugyanazt a típusházat Dömsöttől Ráckevéig megépítették, azt a négyszintes lift nélküli tömbházat, és az baromi nehéz megfejteni, hogy most akkor melyiknél is járunk. Ennél százszor egyszerűbb a Schaffhauseni vízesést, vagy nem tudom én, a régi Erzsébet hitat fölfejteni. Olyannyira, hogy az ilyeneket a fórumozók meg se fejtik egyébként, tehát van egy olyan háttér, napi melló, amikor két-három szerkesztőtársam az olyan képeket adott olyan, amik nagyon triviálisak, mert a fórumra be se kerül. Tehát egy Szent Gellért szobrot nyilván nem fejt meg senki, mindenki látja, hogy az van. Tehát ezek az igazi kihívások, hogy Dunavecsét fölfejteni, de szerintem fantasztikus tudás jött össze, és ez az, amit mi meg tudunk jeleníteni ugye a honlapon, tehát az adott képhez bekerül az a tartalom. Ha szerencsénk van, és egy olyan képre tudok tovább lépni, amin ebben a címke rovatban is van valami, akkor majd azt fogják látni, hogy bizony elkezdtünk kulcsszavazni is, lassan egy éve, hogy a fotókhoz kulcsszavakat is lehet társítani, ez is egy nagyon... Én nagyon szkeptikus voltam, hogy lesz-e olyan olvasóközönség, aki örömét leli abban, hogy képekhez szavakat írkáljon, és azt látom, hogy tulajdonképpen elég szép számban nő. Most ehhez a 40 ezer fotóhoz több mint 100 ezer mindenféle kulcsszó tartozik, és nagyon-nagyon klasszak. Tehát én igazán így áttételesen is köszönöm mindazoknak, akik ebben részt vesznek, mert fantasztikus tudás van emberekben, egy-egy szakterülethez nagyon nagy mélységben érthet valaki. Legyen az a militária, a közlekedéstörténet, ugye a kedvenceim az olyan extremitások, mondjuk a torony darú szakemberek, tehát aki ebből a 40 ezer fotóból csak olyan képre vadászik, amint torony darú van, viszont azt centi pontosan megmondja, hogy az most melyik kató, osztrák torony darúnak, nem tudom milyen változata. Tehát különösen egyrészt azt látom, hogy ez egy ilyen férfi sport, tehát hogy a műszaki világ leírása az nagyon sok férfit egészen magával ragad, nagyon mélyen beleássa magát, és ez szívesen osztja meg ezt a tudást, mert itt ez is fontos, hogy ne csak én tudjam otthon, és a feleségemet bőgdössem, hogy nézd már itt egy újabb gumicsónak, mert van gumicsónak őrültünk is, hanem ezt le is írja, hogy ez egy szovjet ilyen és olyan, mit tudom én, hány literes gumicsónak, és mikor így gyártották. Tehát, hogy szívesen osztja meg ezt a tudást, és itt nekünk ez a fontos, mert ebből lesz aztán tartalom. Tartalom pedig úgy lesz, hogy van három olyan szerkesztőtársam, aki az egész honlap mögött áll, és napi rutinban, és teljesen lefagytunk, napi rutinban ezeket az adatokat, amik a fórumon, vagy ezzel a kulcsszavazással érkeznek, ezeket megpróbálják föltenni a honlapra, és ezáltal lehet ebben a gyűjteményben keresni. És akkor ez most megint egy kis külön terület ennek az előadásnak, hogy ugye keresni, tehát hogy azt kell látnunk, hogy szemben azzal az állapottal, amivel elindult a Fortepán, és volt rajta 5000 kép, és reális volt az, hogy valaki végignézi az 5000 képet, és akkor majd ez tetszik, ez nem tetszik, ezt letöltöm, ezt elmentem. Tehát ma már nincs, hogy valaki ennyi képet végignézne, mint ahány fotó van a honlapon, és ez aztán bízom benne, hogy a következő évekkel még akár egy nagyságrenddel is megnőhet. Tehát nekünk el kellett kezdeni azon gondolkodni, hogy tulajdonképpen mire használják az emberek ezt a sok-sok képet, és hogy mit szeretnének belőle kihozni. És úgy látom, hogy néhány szabályszerűséget föl lehet vázolni. Az egyik az, hogy
ha valaki először látja a fortepánt, akkor jó eséllyel ebbe a kereső mezőbe azt fogja beírni, ahol ő, azt a helyszínt, ahol ő gyerek volt, vagy ahol született. Nagyon sokakat, különösen a 60 fölötti korosztályokból, elsősorban már csak az érdekli, hogy mi történt vele gyerekként, vagy fiatalként, hogy kivel mi lesz. Azt ismerjük, hogy egyébként a társadalmi szájtokon is ugye mindenki ezen filózik, hogy hogy volt az 50 éve, és hogy ehhez képianyagokat keres. Tehát nagyon sokan keresnek helytörténeti vonatkozású fotókat, és ilyen szempontból a fortepán jó, mert nagyon sok területről, akár az emlegetett Dunavecséig, és aztán persze Budapesten át, sok-sok helyszínről van képünk, és ezek meg is fejtett képek, tehát a kereső azonnal kidobja, hogy Damjanich utca 10, vagy Damjanich utca 20, és akkor lehet rajta mélázni, hogy ez tényleg ilyen volt, és persze mindenki hogy mondjam, szomorúan tapasztalja, hogy amire ő emlékezett, az egyáltalán nem úgy volt, de hát a világ már csak ilyen, másképp emlékszünk, mint amilyen a valóságban volt. Tehát van ez az irány, hogy az emberek keresnek helyszíneket. És egy ettől erősen eltérő keresési szempont az, ami egyébként a fortepán népszerűségét adja, hogy internetes újságírók keresnek illusztrációhoz fotókat. És aztán ez meg nagyon sokféle téma lehet, a nem tudom én Borbé fodrász szakma történetétől, a, pont ma láttam az Indexen a Városliget történetéről volt egy nagy összeállítás, tehát mindenféle történeti kérdésekhez illusztrációt keres, egy képet, ötöt vagy tizet, és ehhez is viszonylag jó fogódzót ad most már a fortepán, mert vannak kulcsszavak, tehát be lehet írni azt, hogy fodrászat, és akkor valami érkezik. És ebben meg az az érdekes, hogy aztán azt kell látnunk, hogy sokszor a cikket is úgy gyúrják, vagy addig gyúrják, amíg jó lesz az a kép, amit talált, mert nincs nekünk végtelen mennyiségű fodrászképünk, és bár ő a kaposvári sipos fodrászról szeretett volna írni, de valahogy úgy alakítja, hogy beleférjen ebbe egy kecskeméti fodrász, mert arról van kép. És ez persze nekünk öröm, mert oké, akkor megint valaki látta a képeinket, és nem csináltuk hiába azt, amit csinálunk. Másrészt neki jó, mert nem került pénzébe, és most itt megint előjön ugye ez a pénz dolog. 5 évvel ezelőttig a magyar internetes sajtó, ha archív fotót szeretett volna közölni, és véletlenül nem volt valamelyik újságírónak egy olyan típusú fotója a saját családi albumából, akkor jó eséllyel az NTI-től vásárolt képeket. Ennek szerintem vége. Vagy én úgy látom, hogy vége. Tehát egyre kevesebb helyen látok NTI fotót, és az a szomorú, hogy ennek örülnem kell, ezt azért mondom szomorúan, mert egyébként az MTI fotógyűjteménye, a magyar fotótörténet és a magyar Magyarország története Cuzamben egy óriási kultúrkincs, és mindaz, amit ott professzionális, jószemű, tehetséges emberek fölhalmoztak, annak régen nem ilyen körülmények között kéne lenniük, mint ahol vannak. És most nem a fizikai értelemre gondolom, mert tökéletes állapotban vannak a fotók, hanem arra a jó részt európai pénzből működtetett rendszerre, amit Eurofotónak hívnak, ha jól emlékszem a nevére, és amiben azt hiszem 10 különböző Európai Uniós NTI-hez hasonló sajtóarchívum vesz részt, és amit szintén mi tartunk fönt, mert hogy Európai Uniós pénzből digitalizálnak, ami a mi pénzünk, és őrült mennyiségű kép kerül ismét csak fizetős kategóriába, tehát nem csak, hogy adófizetők pénzén digitalizálják, hanem utána pénztermelő eszközként tekintenek ezekre a fotókra, és ez most a teljes MTI gyűjteményt jelenti. A gondot abban látom, hogy a szerzőkhöz nem kerül pénz. Tehát működtetünk egy rendszer, digitalizálunk, hűtjük, fenntartjuk, szerverekre pakoljuk, pénzt kérünk a felhasználásáért, pedig az a szerző az nem kap ebből a pénzből. Szerintem erkölcsileg és mindenféle szempontból sokkal védhetőbb lenne ez a dolog, ha ez a pénz végül valahol, valamilyen formában a szerzőknél kötne ki. Ha már pénzt adunk érte, akkor ne egy állami költségvetésbe kerüljünk, az MTI egy közös kincsünk, intézményesen is. Tehát ezt nagyon súlyos problémának látom. A gond az, hogy nincs a fortepánhoz hasonló minta más országokban. Szerintem, ha lenne, akkor sokkal erősebbek lennénk, mint ahogy említettem, hogy itthon a közintézményi fotógyűjtés az azért úgy kezd a fortepán felé terelődni, vagy legalábbis jár a, úgy észben van tartva, hogy hát ezt is lehetne csinálni. Azt látom, hogy ez a példa, ez sajnos nem lett ragadós. Én nagyon bíztam abban, hogy néhány év alatt ebben lehet egy áttörés, és lesz belga fortepán meg
lengyel fortepán, meg osztrák, de nincsen. Ennek több oka van, és szerintem ebben most nem érdemes belemenni, hogy miért nincsen, de a mi gyűjteményünk, annak ellenére, hogy egyébként számtalan külföldi fotó található benne, Berlintől Bécsen át Varsóig, azt kell látnom, hogy a Kárpát-medence és az emigrációs magyarság, ami felhasználói körünk, ezt a Google adatokból nagyon jól lehet látni, tehát egy perc alatt meg lehet nézni, hogy ki használja ezt a szájtot. Most nem beszéltem ilyen statisztikai adatokról, de azért aztán érdemes tudni, hogy átlagban 1000 ember nyitja ki ezt a honlapot minden nap. Ez egy nagyon nagy szám, tehát viszonylag nagy kör az, aki fotóra vadászik. Ennél csak az furcsább, hogy több mint 100 000 képet megnéznek minden nap a fortepánon, ami egyébként meg azért van, mert ha nem ilyen az internet, akkor gyorsan lehet lépkedni, és tulajdonképpen 100 képet 2 perc alatt végig lehet nézni, tehát ez egy csalóka szám, ennek nem szabad felülni. De az, hogy ilyen számú egyedi felhasználó van, az nagyon jó, de nem tudtunk kilépni a nemzetközi piacra. Most idézőjeles piacot értek ez alatt, nincs ismertsége a fortepánnak még Közép-Európában sem, nincsenek publikációk róla, ezt úgy látszik nem tudjuk megugorni, de én beletörődtem, tehát ennek ellenére, ha most is kerültek föl például a velencei fotók, fantasztikusak 1870-es képek Velencéből, tehát ha valaki külföldi anyagot hoz, az ugyanúgy érdekes, és szívesen foglalkozunk vele, de látjuk azt, hogy a külföldi fotók felhasználása az majdnem zéró. Biztos lesz majd ebben is változás. Itt elsősorban a Google-ra lehet számítani, és a Google különböző képkereső szolgáltatásaira, amik egyre precízebbek, egyre jobbak, és tulajdonképpen szerintem kevés kell ahhoz, hogy egy ilyen honlapnak az ismertsége hirtelen megugorjon külföldön, de azt a keveset még nem találtuk meg. Most itt arra gondolok, hogy ha egy vagy két jó nevű, mondjuk francia fotósnak, vagy angol fotósnak hozzánk kerülne az anyaga, amire egyébként én számítok, akkor hirtelen bekerülne a közgondolkodásba, mondjuk Angliában vagy Franciaországban is az, hogy jé, van egy ilyen társaság, aki tök őrült, és semmi más nem szeretne, mint sok képpel foglalkozni, de egyébként nem pénzért teszik, amit tesznek. Egyszer eljön ez is. Publikációk, tehát sokan használnak mindenféle dolgokra fortepán képet. Nekem a legmeghatóbbak azok, amikor valami olyan felületre kerülnek fotók, ahol egyrészt mondjuk 5 évvel ezelőtt nem tudtam volna elképzelni, hogy archív fotó lesz, ez mondjuk az autószerelő műhely, tehát hogy elviszi az ember a kocsiját szerelni, és ott van egy archív fotó a falon, tök koszos, meg zsíros, meg láthatólag baromira nem érdekli őket, hogy milyen állapotban van ez a fotó, de egyszer valaki kitűzte, és látom, hogy ezt meg én szkenneltem. Tehát ez tök jó. Ez azért jó, mert tényleg olyan felületen jelenik meg, ahol előtte biztos, hogy nem jelent volna meg fotó. A másik, ami hozzám nagyon, vagy nekem nagyon kedves, amikor író emberek kezdenek el fotók alapján írni. És erre bevallom, hogy nem nagyon számítottam volna, hogy egyszer csak lesz mondjuk egy Závada Pál, aki egy komplett regényt írt fortepán képek alapján, érdemes elolvasni. Vagy, ami egy egészen friss hír, és nagyon megható, hogy Rakowski Zsuzsának egy önálló kötete lesz a könyvfétre, aminek az a címe, hogy fortepán. És anélkül, hogy valaha egy e-mailt váltottam volna bármelyikükkel, vagy tudnánk egyáltalán egymásról, mindenféle személyes ilyen-olyan kapcsolatok nélkül felfedez egy költő, aki azt gondolom, hogy a női irodalom, vagy egyáltalán a magyar irodalom egyik legfontosabb szerzője ma, és meglehetős izoláltságban él Sopronban, és felfedez egy ilyen honlapot, és aztán kiderül, hogy ő naponta órákat tölt ezekkel a képekkel, és a végén egy irodalmi műben tudja letenni az asztalra azt, hogy ő mit gondol erről. Ez szerintem túlmutat a mi tehetségünkön, jóval túlmutat. Ez már nem arról szól, hogy mi ügyesek vagyunk, meg ilyenek vagyunk, meg olyanok vagyunk, hanem hogy tényleg van egy olyan kultúrkincs az önök meg a mi kezünkben, és ezt archív fotónak hívják, ami műveket hozhat létre, és ezeknek a műveknek önálló értékük lesz aztán, és már nem a mi munkánkhoz kapcsolható, hanem az írói vagy egyéb művészi tehetséghez. Filmekben is jelen vagyunk, meg még koncerten is, meg itt-ott-ott, tehát ezek szerintem nagyon fontos visszajelzések, és ezekre nagyon figyelünk, meg örülünk neki. Akkor azt szeretném kérni, hogy kérdezzenek. Mert hogy biztos van olyan kérdés, ami nekem nem jut eszembe, és akkor beszéljük meg. Egy kérdésem van, hogy most főleg magyar kontentre, vagy ilyen tartalomról lesz
vagy ezért külföldi, mert nem jöttek itt át szinte, hogy azt is elfogadja, hogy az érdekel, vagy nem tudjuk ki. Hát nehéz kérdés. Addig, amíg van magyar vonatkozású tartalom, és van vele munkánk, és elég sok ilyen van, ilyen függő, meg folyó ügyek, komolyabb, nagyobb hagyatékok, ilyen olyan, addig én biztos, hogy nem fogok mondjuk kifejezetten lengyel, vagy kifejezetten román hagyatékokra vadászni, de ha érkezik egy megkeresés, hogy van, nem tudom én, 500 üvegnegatív a Báb és Bolyai Egyetemen, és semmi köze egyébként a kolozsvári magyarsághoz, vagy román professzor anyaga, biztos, hogy nem mondanék nemet, de a gyűjtőkör azért inkább a magyar. Tehát aminek én utána megyek és elkezdem kapirgálni, az magyar vonatkozású. Még ezen belül is egyébként óriási hiányok vannak. Gondoljunk arra, hogy mit látunk mi mondjuk a magyar emigrációról. Iszonyatosan kevesen. Ha valaki arra lenne kíváncsi, hogy a 60-as évek Los Angeles-i vagy torontói magyarsága hogyan élt, semmit nem tudna róla. Semmit. És ez most csak egy szűk részterület, de ugyanígy a tulajdonképpen a történelmi Magyarországnak is vannak olyan területei, amikről iszonyatosan keveset tudunk. Tehát ha nyitni kell, akkor én most első körben e felé nyitnék, tehát mondjuk ungvári vagy vajdasági dolgokra szeretnék vadászni, vagy mondjuk egy torontóira, és viszont fordított irányban nyilván nem mondanánk nemet. Tehát ha valaki beesik egy külföldi anyaggal, jó, akkor csináljuk meg, hajrá. Egyébként. Még egy. Másik kérdésem az van, hogy láttam, hogy volt ilyen közelműködésed egy ruhamárkával is. Kivel? Ruhamárkával. Ja, igen, igen. Vagy hát együttműködés. Miért? Meg aha. Tehát most ugye ez nem volt talán evidens, hogy ezek a képek, ezek tényleg bármilyen felhasználhatóak. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy berakhatom a, nem tudom én, a folyóiratba, vagy valamilyen sajtótermékbe azt az adott fotót, hanem üzleti célokra is föl lehet használni a képet. És akkor volt egy ilyen cég, akivel én soha nem találkoztam egyébként, de írtak egy e-mailt, hogy akkor nekik van öt, nem tudom hány pólójuk, és azon fortepános képek vannak, és köszönöm szépen, és örülök neki. Ennyi. De én nem... És akkor csak utána szóltak, hogy... Nem utána, szerintem nyomtatáskor már szóltak, hogy ez lesz. És hogy minket bánt-e, hogy nem tudom én, valamilyen teherhajó rákerül a trikójára. Hát bánt, nem bántott, örültem neki, és egyébként már találkoztam utcán, szembe jött valamilyen teherhajós, azon rejlő, hogy Budapestben, az volt a hajó neve. Úgyhogy, tessék? Egyébként küldtek pólót, és kezdődő, hogy úgy jártam, hogy megkérdezték, hogy milyen méretűt, és mondtam, hogy hát küldjön XL-est, az valakinek jó, és akkora X-et, nem tudom, ma mekkorák az emberek, de tényleg egy batárna, hogy van öt darab ilyen trikónk, és arra vár, hogy egy óriási ember bejöjjön egyszer a szomámba. De küldtek egyébként, és semmi baj nem volt velük, tehát igen. Nekem csak egy kérdésem, hogy azt mondod, hogy teljesen ingyen dolgozol, és azért azt mondom, hogy mégis ezt fenntartod. Hát ez nem működik, mármint hogy nincs erre egy jól kitalált rendszer. Igazából egyszer-kétszer a négy év vagy négy és fél év alatt kértünk a Facebook olvasóktól adományt, erre van is a szájton egy gomb, itt alul, ez a donét. Ahol lehet PayPal-on keresztül utalni nekünk, és néha nagyon, nagyon kedves dolgokat tapasztalunk egyébként, hogy zárjában mondom, hogy jó részt egyébként külföldön élő magyarok szoktak utalni pénzt. Nem nagy összegeket kell gondolni. Szerintem évente, hogyha egy olyan 600 ezer forintot összeszedünk, az jó. Tehát ez a realitás, hogy ennyi pénzből működünk. Hát ezt nem tudom megmondani. Ezt azért nem tudom megmondani, mert nem látom pontosan ennek. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy folyamatosan van 3-4 olyan kollega, aki szkennel, és ez lehet nagyon időrabló, eszköztől is függ, meg precizitástól függ, meg ki mekkora felbontásban szkennel, szóval az a nagy szerencsénk, hogy ez a dolog, ez beszippantott néhány olyan őrültet, aki kifejezetten örömét leli abban, hogy ő láthat először mondjuk ilyet, mint megvan még a füzetem? Nem, ott van. Tehát, hogy akinek az az öröm, hogy egy kicsit beszélgetünk, eljön, átdumáljuk a dolgot, és utána ő az első, aki kiveszi és beszkennel, és ő látja először. És ennek van egy varázsa egyébként, én ezt értem. Meg örülök is neki, hogy más is érti, hogy mi ebben a varázslat. Úgyhogy
Erre nem tudok válaszolni, hogy hány, és akkor most a fórumozókról nem is beszéltünk. Hát nem, fogalmam nincs, hogy egy Lajos Mizsei hidroglóbusz megtalálása az interneten, azt tulajdonképpen hány óra munka volt, vagy hány perc, kinek mennyi egyébként. Tehát valószínűleg nekünk sok nap lenne, amíg megtalálnánk, másnak meg 10 perc. Hogy... Nem gondolkoztatok, hogy feltöltött felületet csinálnak? Tehát magyarán én otthon, meg van egy paraméter egyszerű, én otthon akár meg tudom csinálni a szkennelést, akár egy adatom is tudom, és akkor feltöltöm, akkor van mindig moderátor, aki ezt megnézi, osztályozat, stb. Csak át kell engedni, vagy be kell engedni ezeket a munkákat szerintem. Azért nem, mert ilyennel tele van az internet, mondjuk Flickr-nek hívják, bárki föltöltheti a képeit, meg számtalan ilyen fotómegosztó felület van, amit nem nekem kell fenntartanom, hál' Istennek, hanem más közösségek fenntartják. Úgyhogy én azt szoktam kérni, hogy tegye föl bárhová, és küldje el a linket, és akkor ugyanúgy tartunk, ugyanúgy látjuk, ugyanúgy tudunk vele válogatni, és egyébként ez működik is. Tehát, hogy tényleg vannak olyanok, akik szívesebben szkennelnek ők maguk, például most a múlt héten bent volt nálam egy pasas, 83 éves francia, illetve Svájcban élő magyar ember, 56-os disszidens, otthoni archívjait ő Svájcban szkennelte, nem hozta el, hanem föltette egy jó fájlmegosztóra, és onnan szedtük le. Tehát erre jó az internet, erre kell használni, nem kell mindent nekünk kitalálni, mert csomó mindent már kitaláltak mások. Parancsolj! Technikai háttérről tanszolod, hogy hát... Ilyen a technikai háttérről. Fejlesztettél, hogy van használtad? Ezt nem tudom megmondani. Ez úgy történt, hogy van egy kollégám, aki hullámzó módon, de időnként nagyon sok időt tölt a Fortepánnal, Kuruc Mártonnak hívják, a filmintézetben dolgozik, és ilyen évtizedes barátom és nagy archív őrült ő is. És amikor én elkezdtem ezt mondani neki, hogy én csinálnék egy ilyet, hogy csak fotók, de nagyban, és tök egyszerű legyen, mert mit tudom én, akkor összehozott egy Guti Lajos nevű sráccal, aki a Filmiradók online csinálta, talán önök is szokták azt nézegetni, egy baromi jó dolog, és mégis a Lajos volt az, aki a mai napig elmondom, hogy na, akkor most ezt egy kicsit másképp kéne, és ezt megvalósítja, és fizetünk neki. Tehát ez egy ilyen kapcsolat, én nem értek ezt tulajdonképpen egyáltalán. Annyit érdemes talán még mondani, hogy egy hét múlva teljesen máshogy fog kinézni a Fortepán, mert néhány új keresési felületet kitaláltunk, meg lehet majd összetett kereséseket csinálni rajta, meg szóval, hogy egy kicsit olyan mozgalmasabb, meg élőbb lesz, viszlát, de tehát olyat, hogy szoftver, nem tudom. Egyébként zárójelben egy érdekes dolog, hogy ha már a szoftverről esik szó, hogy megkeresett minket egy Iowa-i egyetem, úgyhogy az, amit az előbb mondtam, hogy nincs Párizsban vagy Varsóban Fortepán, ez nem teljesen igaz, mert van fortepán.iowa, és ez még nem online, de karácsonykor elindulnak. Az Iowa-i egyetem, Iowa, mint megtudtam, egy 10 milliós jórész mezőgazdasági állam, és iszonyatos méretű kukoricaföldekből áll, és azt mondta még ez a hölgy, aki megkeresett, hogy a világ legkövérebb országa, tehát ott él a legtöbb kövér, nem tudom, hogy a kukoricával hogy fog össze, és ő egyszer ráakadt az interneten a Fortepán, és annyira tetszett neki, ő az Iowa-i Egyetemen audiovizualitást tanít, vagy valami ilyesmit, és nagyon megtetszett neki ez a dolog, annyira, hogy eljött egyébként hozzám Budapestre, és akkor egy pár napot együtt töltöttünk, és beleszeretett ebbe a dologba, és lesz belőle egy Fortepán Iowa, ami egy kicsit másképp indult az egésszel, mert az volt a kitűzött cél, hogy a diákokat vonják be az archív fotógyűjtésben magába, tehát nem csak abba, hogy majd lesz egy honlap, ahol kereshet szövegeket a dolgozatodhoz, hanem hogy te magad keresd meg a fotókat, és a saját családi kör, szomszéd, iskolatárs szülei, nem tudom én kiket, környékezd meg, kért kölcsön az anyagokat, szkenneld be, és lesz belőle egy felület, vagyis egy honlap, és nagyon ígéretes dolgokat mondott Bettina, úgy látszik, hogy ez működik, és ha már a pénzről van szó, ugye ebből mi most egy kis pénzre is szert teszünk, mert sikerült egy olyan megállapodást kötnünk velük, hogy minden általuk elnyert támogatás, itt most dollárról van szó, 10%-át átutalják nekünk. És hogy lássuk a nagyságrendeket, nekik még nincs honlapjuk, nincs gyűjteményük, semmiük nincsen, és van 50 ezer dollárjuk. Tehát Amerikában a digitalizálás az egy őrült, és nem az, hogy biznisz, hanem egy
egy kutatási terület, vagy egy új iránya a dolgoknak. Tehát ezt mi még innen Magyarországról is látjuk, hogy mennyi minden történik ha már az interneten, és ahhoz, hogy az interneten valódi új, ugrásszerű változások legyenek, ahhoz szükség van archív forrásokra is. Tehát, hogy a világot ki tudják rajzolni, ahhoz sok archív dolog kell, és ezért legyen az irat, könyv, bakelit hanglemez, vagy éppen fotográfia. Amerika őrült összegeket költ arra, hogy a saját múltját digitalizálja. Erre érzett rá végül is ez az Iowai Társaság, és nagyon jó pályázatokat írtak valószínűleg, mert elég sok pénzt össze tudtak szedni erre a projektre. Mondom, ami egyébként még nem látható, tehát hogy egy bizalmi pénzről van szó, de hál' Istennek működik, és drukkolok nekik, hogy jól működjön. Az például nagyon érdekes, és itt a te kérdésedre is egyfajta válasz, hogy ők kezdettől fogva, tehát már induláskor leírták a dolog filozófiáját, és ebben benne van az, hogy csak Iowa állam történetével foglalkoznak. Ami ugye szerintem azért butaság, mert hogyha az Iowai elment Las Vegasba rulettezni, és ott készített három képet, akkor ő ott fog állni a kis diákjával, hogy basszus, ez már Las Vegas, tehát hogy idáig érdekes, innentől meg nem. Tehát ez szerintem minden ilyen típusú vállalkozást, amikor valaki archív anyagokkal kezd el foglalkozni, kell korlátokat szabni, de nem szabad nagyon szűkre szabni, mert utána inkább csak így lebénítja majd az embert, hogy én is mondjuk akkor itt a kubai képekkel mit csinálnék, látom, hogy tök jó anyag, de hát sajnos nem Magyarországon készült, vagy akkor elkezdek hasalni, hogy az a lakás tulajdonképpen itt van Budapesten, ahol a pálmafa van. Tehát, de ez az ő dolguk, valószínűleg így kaptak támogatást, ez volt a dolognak a programjában, hogy ők Iowával foglalkoznak. A saját életutatról valamit nem, azt nem szeretném. Vannak érdekesebb kérdések. Aha. Akkor még, ha van pár perce a társaságnak, még egy-két, mert én fölérkáltam egy csomó ilyen sztorit egyébként itt magamnak, hogy mi minden esik meg velünk, és akkor ebből például talán érdekes lehet, hogy van a Fortepánon egy, ha jól emlékszem, 600 képből álló sorozat, aminek az adományozójához az van odaírva, hogy rádió és televízió újság. Ami nincs. De nem tudtam rá jobbat kitalálni. Ennek például az a háttértörténete, hogy megkeresett egy kutató minket, aki a 2000-es évek elején egy rádiózás történeti PhD-t írt, maga is a rádió munkatársa volt akkor, és elkezdte kapirgálni, hogy mi történt a rádió és televízió újság archív képeivel. Ugye talán emlékszünk arra, hogy mielőtt még kereskedelmi csatornák lettek voltak, volt a rádió és televízió újság, és abban voltak fotók. És ezt 1990-ben privatizálták, és a Színes RTV-hez került mondjuk a rádió és televízió újság hagyatéka. Erre bukkant rá a hölgy, és elment azt hiszem az Axel Springerhez tartozott a lap, lényegtelen, elment a mai stábhoz, illetve nem ma volt ez, hanem 10 évvel ezelőtt, de akkor elment és megkérdezte, hogy van-e valami a 60-as évek rádió és televízió újságjából, amit ő meg tudna nézni, és pont az történt, amiről azt gondoljuk, hogy csak a filmekben történik, de valójában nincs ilyen, hogy rámutattak egy szekrényre, hogy ebben van, keresgessen nyugodtan, és akkor ő elkezdett keresgetni, és kiválasztott belőle közel 1018-24 körüli méretű nagyítást, és megkérdezte, hogy nem másolhatja, és mondták neki, hogy egyszerűbb, ha elviszi. És akkor ő elvitte, és tavalyig a lakásán volt ez az anyag, amiben mondjuk a magyar televíziózásnak, hát egy szűk, picike kis része, hogy mondjuk összesen 600 képről beszélünk, de mégis azt gondolom, hogy egy jó vázat ad ahhoz, hogy többé-kevésbé mi futott a tévén, Kertész Zsuzsától Antal Imréig, tehát sok érdekes dolog van benne, és ennek például most lesz egy párhuzama, mert hogy megkerestek minket azzal a Amerikából, azzal az ajánlattal, hogy a Szabad Európa Rádió müncheni épületeiben is működött hivatásos fotós, és hogy ezt az anyagot, ha van kedvünk, szívesen végignézhetjük és válogathatunk ebből az anyagból. Úgyhogy most lesz egy körülbelül ugyanilyen nagyságrendű 500 képes beszámoló arról, hogy a rádiózás az hogyan folyt 800 kilométerre innen, meg egy vasfüggönyön túl, baromi érdekes anyag, és hát fantasztikus minőségű. Ugye most erről nem beszéltünk, hogy fotózás az nem csak téma, meg szem, meg kamera kérdése, hanem minőség kérdése is, hogy hát nagyon sok olyan családi anyag van, ahol egyszerűen azért nem foglalkozunk, mert nagyon vacak. Tehát rossz, úgynevezett vintage nagyítások, ami egy szép szó, de hát ez sokszor
mondjuk az olyan képeket takarja, mint amiket itt körbeadogattam, hogy hát vacak lett. Tehát, és ha nincs valami negatív, akkor nem nagyon lehet vele mit kezdeni. Ezzel szemben mondjuk ez a müncheni amerikai nyersanyag, a fotózott anyag, ez fantasztikus. Tehát szaszé, jó. Közben lehet kérdezni, ha valaki szeretne. Na! Mi szerinted, hogy mi az az év, ami még archiváltok? Tehát, hogy a 2013-as, tehát 2013-as... Ja, nem. Ez még pont látható. Ja, 1990. De ő 90 az az, ameddig. 90-ig gyűjtünk. Ez jó kérdés egyébként, mert azért fölvett néhány problémát, hogy miért pont 90-ig. Mi történt 90-ben? Hát ezért, hál' Istennek még emlékszünk rá, hogy történt valami. Egyrészt ugye volt rendszerváltás, ami szerintem valóban volt, és bár 25 év távlatában sokan úgy látják, hogy nem volt, de volt. És ez az én életemben egy nagyon meghatározó időszak volt. Én 70-ben születtem, és nagyon aktív közéleti figura voltam gimnazista koromban. És engem magamat nagyon megrázott, nem 90, az már nem rázott meg, de mondjuk 88-89 az megrázott. És ha én saját múltamról, vagy a saját általam látott múltról kell beszéljek, amiről nem fogok, akkor azt azért érdemes elmondanom, hogy nekem az egy határkő volt. Tehát az életemnek volt egy része, ami egy diktatúrában telt, és van egy része, ami viszont egy demokratikus országban telik. És hogyha a fogódzót kellett találnunk ahhoz, hogy meddig érdekel engem a világ, akkor furcsa módon azt találtam saját magamon, hogy engem 90-ig érdekel a világ. Tehát a 90 utáni világ nem fog meg, nem hoz lázba, nem különösebben érdekel az se, hogy ma mi van ilyen értelemben. Tehát ha, bár én is most vettem egy iPhone-t és fotózgatok vele, de nem, szóval nem hoz lázba. És szerintem az nagyon fontos, hogyha az ember nem egy fizetésért csinál valamit, hanem kesztelésből, akkor olyannal foglalkozol, ami őt lázba hozza. Tehát engem ez érdekel, majdnem minden érdekel, ami 90 előtt történt, legyen az egy TS élete, vagy egy rendőrőrség, és majdnem semmi nem érdekel, ami 90 után történt, sajnos vagy nem. Ezzel nagyban ellent mondana az álláspont, ami szintén ugyanennyire védhető lenne szerintem, hogy mi foglalkozunk az analóg fotózás történetével, ami viszont nem 90-ben ért véget, hanem inkább 2000-ben. Tehát ha egyszer ilyen okokból ki kéne tolni a Fortepán gyűjtőkörét, akkor 2000-ben lehetne szerintem az az év, amikor azt mondhatjuk, hogy 2000 környékén a fotók jó része már elkezdett digitálisan létezni, tehát nem analóg anyagokra fotóztak, és akkor mondhatnánk azt, ami egyébként sokkal inkább védhető, mint ez a személyes magyarázkodás, hogy ez a vállalkozás, ez az analóg fotóval foglalkozik. Valamiben maradt-e valakiben? Nem. Jó, akkor még... még egy sztorit hadd meséljek el, mert szerintem ez... lehet, hogy önök között is van olyan, aki igazából akkor találkozott a Fortepánnal először, amikor volt egy nagy anyagunk a forradalomról. És ez egy érdekes történet volt, mert egyrészt engem személyesen nagyon érdekelt a forradalomnak a képi lenyomata. Apám is fotózott 56-ban, és azt gondoltam gyerekként, hogy hát ilyenből kevés van. És furcsa módon apám képei bent voltak a családi albumban. Tehát, hogy volt 1956 nyara, egyébként árvíz volt, talán van, aki még emlékszik erre, tavasszal, és az árvízkor még fotózott, és utána volt benne Illői út szovjet halottakkal, és aztán volt 57, és akkor meg semmi hó az utcán. És gyerekként nekem ez, azt kell mondanom, hogy baromi természetes volt. Tehát, hogy a forradalom az benne van a családi emlékezetben. Apám egyébként meg is szenvedt a magáért emiatt, már nem a fotózás miatt, hanem 56 miatt, de hogy része volt az életünknek. És amikor gimnáziumban jártam, akkor azt láttam, hogy 56-ról nincsenek képek. Tehát ha megpróbálnak visszaemlékezni arra, hogy a mi, vagy a szocializmus tankönyveiben mit lehetett 56-ról látni, akkor általában valamilyen köztársaság téri
ávós lincselésnek, egy repro-reprójának repróját lehetett látni, ami semmi nem volt kivehető. És valahogy én nekem aztán a 80-as években az a kép alakult ki bennem, hogy igazából ez tulajdonképpen csak nálunk volt forradalom. Tehát, hogy nálunk otthon volt, de máshol meg nem volt, mert nem lehetett látni, mi történt. És 1986-ban, talán szintén van, aki emlékszik erre, volt egy Berecz János nevű rendkívüli gazember, aki készített egy velünk élő történelmi sorozatot a Magyar Televízióban, ami azt hiszem három részből állt, és ekkor láthattunk először képeket a forradalomról. Mármint azok, akik nem vettek részt benne. Tehát mindenki, aki 56 után volt fiatal meg gyerek. És bár ez a Kádár korszaknak a része volt ez az opusz, és tele volt hazugságukkal, ennek ellenére kénytelen kelletlen archív filmrészleteket is berakott ez a pasas a művébe, és én akkor gimnazistaként ledöbbenve álltam, hogy ez tényleg megtörtént. Tehát, hogy ez nem csak apám mappájában vagy albumában létezett a forradalom, hanem valóban volt. Ma már ezt természetesen gondoljuk, hogy volt forradalom, de ha egy picit megpróbálunk visszaugrani, akkor ez nem volt annyira természetes. Nem maradt vizuális lenyomata a forradalomnak. És aztán a 90-es években én azt vettem a fejembe, hogy megpróbálok találni olyanokat, akik fotóztak a forradalomban, amatőrök. És elkezdtem a Széchenyi Könyvtárban a korszak, mármint a forradalom rövid sajtóanyagait végignézni, mert hogy voltak képeslapok akkor is. És hogy ki adott le esetleg maga abban a két hétben fotót a forradalomból, és találtam néhány nevet, akikkel aztán felvettem a kapcsolatot, és ilyen-olyan kapcsolatba kerültünk, és engem a 90-es években ez baromira foglalkoztatott, hogy próbáljunk meg mindent összeszedni a forradalomról, ami fotó van. És az történt, hogy elindult a Fortepán, és egyszer csak kaptam egy telefonhívást, azt hiszem, hogy egy e-mailt, egy Szlávi Adrián nevű hölgytől, hogy az ő apósa fotózott 56-ban néhány kockát. És hogy biztos érdekel minket, és mondtam, hogy persze, hogy érdekel, hogy ne érdekel, minden érdekel, ez aztán meg kifejezetten. És kiderült, hogy ez az ember, aki az ő apósa volt, és Nagy Gyulának hívják, ez a legnagyobb darabszámú képet készítette Magyarországon, pillanatnyilag legalábbis úgy tűnik. Több mint 600 fotót készített kifejezetten a forradalom napjaiban, és ebből 560 kép fönt van a honlapon, és megdöbbentően sok helyszínen járt és fotózott, és megmaradtak a negatívjai. 1990. januárjában vette először elő ezeket a negatívokat, így aztán az ő családjuk, mint Adriántól és a férjétől megtudtam, az, bár tudta, hogy a papa fotózott, de sose volt lenagyítva az anyaga, nem olyan volt, mint a mi családunk, mert nem, kevés kép volt, de egy albumban, náluk meg baromi sok kép volt, de csak negatívon. És 90. januárjában Nagy Gyula lenagyította ezeket az anyagokat, és elvitte a Kiszteni Múzeumon megmutatni, hogy neki van egy ilyenje. És a múzeumot nem különösebben érdekelte, mert nem tudom miért, és bár megvették tőle azt hiszem 10.000 forintért ezt a több mint 600 papírképet, amit a fürdőszobában lenagyított, de soha nem foglalkoztak vele, kiállításra sem került, egy elfekvő anyag lett belőle, és Nagy Gyula februárban meghalt, 90. februárjában. Tehát van egy ember, akinek úgy tűnik, mintha tulajdonképpen az utolsó tette volt az, hogy a saját 33 évvel azelőtti anyagait lenagyította, fölvitte egy közgyűjteménybe, hogy szegény meghalt. És ez az egész történet engem nagyon megrázott. Tehát úgy éreztem, hogy egyrészt nem fair a világtól, hogy ennek így kellett történnie, másrészt, hogy tényleg itt van egy olyan fantasztikus anyag, amivel nekünk foglalkoznunk kell, és ez fontos dolog, és ezt vegyük komolyan, mert egyébként be kell vallanom, hogy vannak olyan hagyatékok, amiket nem veszek különösebben komolyan. Tehát, hogy jó, tudom, igen, érdekes, oké, beszkenneljük, viszont látással leadom, és kész van. De vannak olyan területei ennek a sok-sok tízezer képnek, ami engem mélyen megérint és megráz, és például ez a Nagy Gyula anyag, ez ilyen volt, úgyhogy ha van kedvük, akkor majd ha hazamennek, akkor kattintsanak rá Nagy Gyula nevére, mert érdemes megnézni, hogy hogyan látta ő a forradalmat, és hogy ebből tényleg lett egy igazi közkép. De ha már a forradalomról beszélünk, talán érdekes egy picit arról is beszélni, és most már csak ez lesz az utolsó gondolatom, hogy mi az, ami nincs a Fortepánon. És erre az lenne az egyszerű válasz, hogy van néhány olyan terület, ami egyszerűen engem nem érdekel, nem szeretnék képet közölni ilyesmiről, például a halottak, tehát nagyon kevés halott van a Fortepánon. Az
az a néhány halott is csak olyan helyzetben, ami fegyveres konfliktus. Tehát egyébként meg az emberek fotóznak temetéseken, nem is kis számban, úgyhogy sok ilyen családi anyag van, hogy halottakat lehet látni, de ez mondjuk nem érdekel. De ez az egyszerű válasz. A bonyolultabb válasz az, hogy vannak Magyarország történetének olyan lyukjai, amikről egyszerűen nincs kép. És ha megfeszülök, se tudok mutatni önöknek semmit. És ezek közül a lyukak közül a legnagyobb lyuk az 1944. 1944-ről iszonyatosan kevés kép van. Ha arra gondolnak, hogy több mint fél millió ember belepusztult abba az évbe, akkor meg felfoghatatlan, hogy milyen kevés kép van. Tehát miközben az ország a legkomolyabb drámáját éli meg 1944-ben, eközben nincs dokumentálva ez a dráma. És én azt gondoltam sokáig, még egy picit most is azt gondolom, hogy majd egyszer valaki előáll egy nagy anyaggal. De tartok tőle, hogy ez nem fog megtörténni. Ha most önök megpróbálnak maguk elé képzelni deportálást mondjuk Magyarországról, vagy gettósítást, mondjuk Szeged, Debrecen vagy Budapest. A budapesti gettóról egyetlen egy fénykép nincs, ami a gettó működése közben készült volna. Az a vizuális emlékezet, amit a gettóhoz tudunk kötni, az sem sok, mondjuk 15 kép, amit egyébként egy Evgenyi Háldei nevű szovjet pasas haditudósító készített, illetve Ég Sándornak volt még néhány fotója. Tehát ez a kevéske, ez mind a felszabadulás után készült, és tulajdonképpen ilyen fahasábszerűen a megfagyott halottakat és utcán fekvő holtesteket látunk. De ez egy sem olyan, ami a működő gettóban készült volna. Ugye miért érthetetlen ez? Részben azért érthetetlen, mert nagy tömegről beszélünk. Tehát több tízezer ember volt a gettóban. Érthetetlen azért, mert ezeknek az oda bekényszerített, vagy részben ott lakó polgároknak egy jelentős része olyan figura, akik egyébként a Fortepánnak aktív szereplői, hívjuk őket polgároknak. Tehát a polgári közép pesti vagy budai városlakóiról van szó, akik jó eséllyel egyébként előtte, 1944 előtt fotóztak. És valahogy mégis egy nagy lyukkal találkozik az ember, ha 44-et kutatja, és mint említettem, vidéken ugyanilyen gyalázatos helyzet. Nincs semmi, nincs fogódzónk. Tehát most ezt a 70. emlékévet tulajdonképpen úgy kellett végigéljük, már aki egyáltalán ezzel foglalkozott, hogy nem kerültek elő új anyagok. És ilyen szempontból most úgy látom, hogy van egy olyan anyag, amit gondolkodtam is, hogy elhozom önöknek, de végül nem azt hoztam, ami szerintem baromi érdekes lesz, és egy hónap múlva fog fölkerülni a honlapra. Megkeresett minket egy család, ahol a nagypapa plakátokat fotózott. Ez egy furcsa, hogy mondjam, attitűd. Ilyennel én még nem találkoztam, hogy valaki plakátfotós lett volna. De kiderült, hogy ő ráadásul csak politikai tárgyú plakátokat fotózott, és csak a II. Világháborúban. Így aztán most hozzánk került egy olyan hagyaték, és szerencsére negatívon van meg, ahol egy figura, Lissák Tivadarnak hívják egyébként, lefotózott nekünk szinte minden olyan köztéri plakátot, amit 1940 és 45 januárja között kiragasztottak. Egy nagyon szűk környezetben, a Retek utcában lakott a II. Kerületben, és jó rész csak a II. Kerületben mozgott a pasas, de közel 1000 fotót készített plakátokról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egyfajta most rossz szóval, de ajándéka a sorsnak, hogy valamit mégis megtudunk arról, hogy például a zsidóüldözéseknek milyen utcai lenyomata volt, de ez persze még mindig nem kárpótol, vagy nem egészíti ki azt a nem létező képet, ami bennünk van, mert nem tudjuk, hogy milyen volt ez az ország 44-ben, és ilyen szempontból higgyék el nekem, hogy sokkal többet tudunk arról, hogy milyen volt 23-ban, 11-ben vagy 75-ben. Tehát a 20. századnak a legnagyobb fekete lyukja az 1944, amikor pedig sok ezer kamera van, sok ezer fotós van Magyarországon, és nyersanyag is van. Tehát igazából mondjam, anyagi természetű oka nem volt annak, hogy nem fotózott senki. Most mégis azt kell mondanom, hogy sajnos úgy tűnik, hogy nem fotózott senki. Úgyhogy ezzel a szomorú hírrel, vagy hát furcsa hírrel szeretném megköszönni, hogy itt voltak. Ha még valakiben van kérdés, akkor...
És mindenkit arra buzdítok, hogy ha volt a családban valaki, aki fotózott, akkor hozzák meg velünk. És elmegyünk, megnézzük, elhozzuk, ezt minden visszaadjuk. Köszönöm szépen a részvételt.